Sziasztok, Dunabölgyi Zsolt vagyok, fényképész. Ebben a rövid videóban a munkamódszereimről és az ERSZ politikáról szeretnék beszélni. Egyrészt nagyon fontosnak tartom, hogy egy jó kompozíció, egy jó mondani valója legyen az egyes képeknek, de sokkal izgalmasabb, amikor egy története van annak a bizonyos anyagnak, ami készül. Attól lesz igazán története, hogyha több kép készül, és alapvetően inkább sorozatban érdemes gondolkodni. Egy babáról készült képbe is belekerülhet egy olyan sztori, ami az embernek a gondolatait már meg tudja mozdítani, és sokkal izgalmasabbá teszi azt a bizonyos képet. Fontosnak tartom, hogy a természetesség megjelenjen a képekben, a spontaneitás megjelenjen a képekben, mert általában ezek a legjobb pillanatok. Fontos a beállítás is, nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy egy kész hogy áll, hogy a szem nyitva legyen, a megfelelő profilját lássuk a modellnek, stb. De mindemellett azt gondolom, hogy a legjobb anyagok mindig akkor készültek, amikor hagytam a modelleket kibontakozni, amikor az ember egy olyan közegben érzi magát, amiben jól érzi magát, és ettől lesz igazán természetes az egész anyag. Nagyon fontos, hogy nem időre dolgozom, hanem mindig úgy dolgozom, hogy amíg el nem érjük azt a bizonyos célt, amiért összejöttünk, amiért készül ez a bizonyos anyag. Ezért közben kommunikálunk, rendszeresen mutatom az ügyfeleimnek azt, hogy igen, ez a kép, ez most ezért jó, vagy esetleg valamiért nem jó, mi változtassunk, és mindenki gondolja azt, hogy jó irányba megyünk, és nem később derül ki az, hogy esetleg ez nem egy olyan anyag lett, mint amit az ügyfelem látni szeretne ebből a bizonyos fotózásból. Személyre szabott anyagokat szeretek igazán gyártani, amikor belekerül az ügyfelem személyisége, amikor a hobbiát kicsit belefűzzük, vagy az ő olyan kis arcát, amit lehet, hogy csak olyas valakik ismernek, akik igazán közel állnak hozzá. És ez azért mindenképpen idő kell, mindenképpen az kell, hogy kicsit megismerjük egymást, és tegyünk bele időt, energiát, és lássuk azt, hogy mi az a közös cél, amiért itt összejöttünk. Emellett azt is gondolom, hogy nem annyira szerencsés túlretusálni az anyagot, bármiről is beszélünk. Vannak bizonyos olyan kötelező elemek, mint a fogfehérítés, személesítés, bizonyos bőrhibák eltüntetése, ami szerintem fontos ahhoz, hogy valaki igazán szépnek lássa magát, de nem szeretek viaszbelukat és porcelán dollokat készíteni. Azt gondolom, hogy csapatban van az erő. Nagyon szeretek profi és minkessel, fodresszal, stylisttal, bármilyen egyéb szakmákkal dolgozni, amit az adott munka megkíván, de nyilvánvaló módon vannak olyan anyagok, amikor mondjuk egy aktot fotózunk, amikor nem szerencsés, hogy állnak még hárman a hátam mögött. Ezért egyedül is ugyanolyan minőségű anyagok tudnak elkészülni, csak az egy más típusú felkészülést igényel. Úgyhogy ennyit szerettem volna első körben elmondani, köszönöm, hogy meghallgattatok. Azt hiszem, a képek beszélnek innentől kezdve.